Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy szerelmi jóslás. Mi a terve, mit fog tenni, mi az ő következő lépése, mit tervez veled kapcsolatban. Ez egy általános kivetés, de megvan arra a lehetőség, hogy kérd ezt a jóslást, a díjam 4000 forint. Először megtekintjük az ő jelenlegi helyzetét, és erre utalnak az utak. Ez jelentheti azt, hogy útban van hozzád. Az is lehet, hogy a sors utatok kereszteződik, lesz egy találkozás. Ez lehet egy véletlen találkozás is. Amit az utak még jelentenek nála jelenleg, hogy fontos és komoly döntéseket fog hozni, hiszen foglalkoztatja őt ez a gondolat, hogy melyik irányba, hogyan kellene a lépéseit, a terveit megvalósítani. A következő kérdés az, hogy ki vagy mi hat rá. Itt látható ez a híd, és jelent egy ilyen átmeneti időszakot. Már nem olyan minden, mint amilyen a múltban volt, de még nem érkezett oda, ahova szeretne. Azt is jelentheti ez a kép, hogy valaki gondol rá a múltból, közeledik hozzá, de még nem érkezett el. Lehet, hogy ezek csak tervek, nem lehet tudni, hogy megvalósítja-e vagy sem. Ez lehet egy férfi a múltból, de lehet egy nő is. A következő kérdés, hogy mit fog tenni az ő következő lépése veled szemben. Itt látható a szerelem, és ő ezt kimutatja. Kimutatja az érzelmeit. És hogy viszonyulj ehhez? Látható, hogy ez a közeledés, ez a találkozás, ez a szerelem szerencsét hoz számodra. Itt megjelenik ez a férfi, itt megvan a szenvedély, de ennek a kártyának van egy szimbolikus jelentése is, mégpedig az, hogy nyitott hozzád. Nyitott lesz tervekről beszélni. Ez lehet itt egy közös út is. Akkor kimutatja az érzelmeit, ő is boldog veled. Tehát itt lesznek változások, lesz részéről közeledés. És ez volt a szerelmi jóslás, az ő következő lépése. Én kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera.